Újoncként vágott neki az NB1-nek a nyíregyházi együttes, amely 17 fordulót követően 5 győzelemmel és 12 vereséggel a 8. helyen várja a folytatást. Az alapszakaszból még 5 mérkőzés van hátra, aztán következik a rájátszás. A Magyar Kupában is áll még Lovas Norbert együttese, amely a Berettyóújfalut fogadja majd a következő fordulóban. Mint Mohácsi Máté, a csapatot üzemeltető KFT ügyvezetője elmondta, elégedettek a futsalosok eddigi szereplésével. Összességében azt a célt, amit kitűztünk évelején, azt teljesítette a csapat, hiszen azokat a közvetlen riválisainkat vagy feljutó csapatokat gyakorlatilag a hátunk mögé utasítottuk, meg is vertük nagyrészt őket. Ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk, hiszen a bajnokság lebonyolítása miatt matematikailag már biztosan az alsóházban fogunk végezni. Annak is az élmezőnyében, de tudni kell, hogy gyakorlatilag törlik a pontokat, és egy új pontrendszer alapján fog elkezdődni az alsóházi rájátszás, ahol senki sem mehet biztosra. Hiába fordulhatunk akár egy 10 pontos előny és a kieső zónától, ez el fog olvadni ez az előny 1-2 pontra, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy még most meg kell erősítenünk a csapatot annak érdekében, hogy az előzetesen kitűzött biztos bemaradás célt el lehessen érni. A nyíregyháziak a sportág legjobbjai közé tartozó brazil futsalosok közül szerződtettek 2-t. Kajki és Maneka játékengedélyét még intézik, de a vezetők reményei szerint már az év első bajnoki meccsén segíthetik új csapatukat. 2 fiatal labdarúgó, viszont rutinosak, mind a ketten több szezont játszottak már a brazil első osztályban. A center Manek becenéven szólítható játékos, ő neki játszott már Brazílián kívül is 2 szezont, Kazaksztánban bajnoki második, Azerbajdzsánban pedig bajnoki első helyezést ért el, és játszott, ugye ő ide tartozik a Bajnokok Ligája sorozatban Azerbajdzsán Európához, játszott a Bajnokok Ligájában, ott 8 gólt szerzett az előző kiírásban. A másik fiatalember nem játszott még Európában, ő több csapatban játszott brazil első osztályban, és ott a bajnokságban és a kupában több második, harmadik, illetve első helyezést is elért az eddigi szezonjai során. Ő 2015-től profi, és mind a kettő játékos csak a futsallal fog foglalkozni, és reméljük, hogy ezáltal egy szintet tudnak lépni a magyar, a hazai játékosaink is. Az A-Studio Futsal Nyíregyháza Újpest mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. A 18. forduló további párosítása a következő. Berettyó Újfalu Eltebeac, Veszprém Futsal Rubeola FC, Kecskemét Futsal Aranisese, Magyar Futsal Akadémia Deac és Haladás Vélese Nyírbátori SC.